az április közepétől május első hetéig tartó időszakban történik országszerte a kukorica vetése is. Jelenleg az aszály is nehezíti az elvetett magok sorsát, de ezen az időjárás még segíthet. Ami azonban biztos, hogy a vaddisznók szinte azonnal megjelennek a földeken, és ha a terület vadgazdálkodója nem segít a védelemben, akkor jelentős vadkár is éri a mezőgazdasági gazdálkodót. A vadkár milyen volumenű problémát jelent országosan, és melyek az évben a legfrekventáltabb időszakok? A vadkár óriási problémát jelent, hogy úgy mondjam, úgy a gazdálkodónak, mint a vadászatra jogosultnak. Ugye a gazdálkodó elszenvedi a vadkárt, a vadászatra jogosultnak pedig meg kell térítenie. Ez éves szinten egy ilyen 2,5 milliárd forintos összeget vesz ki, ami nem egy elhanyagolható szám. Tél folyamán a vad károsítja, tavussal táplálkozik. Az erdei vadkároknál főleg a tél a veszélyes, mert ugye azokat a kisrügyeket, ami nagyon jó táplálékot jelent neki, azt lerágja a fákról, és ezáltal minőségi és mennyiségi vadkárt okoz. De ugyanakkor a tavasz mégis egy frekventált időpont, mert ilyenkor kerülnek a tavaszi növények a földbe, ilyenkor vetnek a gazdák, és had pillanatok alatt megtalálja ezt, és védekezés nélkül óriási károkat tudnak okozni a gazdáknak. Milyen tapasztalatai vannak a kamarának? A vadkár megelőző vadász és a mezőgazdasági gazdálkodó közötti együttműködés területén? Zömében jó tapasztalatunk van. Az elmúlt években, mióta az új vadászati törvény van érvényben, azóta nagyon sokat javult a helyzet. Belátták a gazdák is, és belátták a vadászatra jogosultak is, hogy csak együttesen lehet ezt a problémát megoldani. Ahol helyi szinten antagonisztikus ellentét van a két fél között, ott természetesen nagyon nehéz ezt feloldani. A kamaránál gondolkodtunk rajta, hogy lehetne erre megoldást találni, hogy ezek a vadkár kérdések ne a bíróságon kössenek ki. És tanácsként mondjuk mindig, és én is mondom, hogy a vadkár megelőzése szempontjából a felek kölcsönösen egyeztessenek a védekezés módjának tekintetében, hogy hatékonyan sikerüljön azt ebben a nehéz időben is megoldani, és sikerüljön a vadkárban megegyezniük, ha mégis előfordul, mert ha jogi útra terelik a kérdés, hosszú ideig elhúzódik, minden kísérő anyagiak, ha a két fél helyben meg tud egyezni a védekezés módszerében is, hogyha bekövetkezett a vadkár, akkor annak a mértékében, akkor szerintem mind a két fél jó jár. Ha nem sikerül megegyezniük, hogy nem találják az érintettek egymást, akkor ott vannak a tájegységi fővadászok. Ők egy olyan szintetizáló szerepet is be tudnak tölteni, ami ennek a problémának a megoldásában segítségükre lehet a vadászatra jogosultaknak és a gazdáknak is. Hogyan tud egy egységes vadkár felmérési útmutató kidolgozásával segíteni ezen a kérdésen a kamara? A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara két évvel ezelőtt elkezdett egy olyan egységes vadkár felmérési rendszernek a kidolgozását, vadkár protokollnak a megalkotását, ami a mezőgazdasági és az erdészeti vadkárokat külön kezeli. Egységes szemlélet, egységes szempontok alapján, hogyha valahol bekövetkezik egy vadkár, akkor akik fölmérik, azok a vadkár szakértők ezt a módszert fogják alkalmazni, akkor nagyon nagy eltéréssel nem jöhetnek ki számok a vadkár mértékét illetve. A kamara abban tudott segíteni és tud segíteni, hogy ezt a vadkár protokollt hosszas egyeztetéssel az érintett felekkel megteszi. A minisztérium részére ez a vadkár protokoll már átküldésre került. Most történik ennek a finomítása, és utána ez mindenkinek a rendelkezésére fog állni, amely valószínűleg segíteni fogja, hogy a vadkár kiszámítása kapcsán